tervekkel. Ugye most az ÉS-ben megjelent két önéletrajzi, családéletrajzi ihletettségű írása. Nagyon furcsa ez, hogy most nincs. Tehát, hogy most itt ülünk, és róla fogunk beszélgetni, ez nekem nagyon több, mint fájdalmas. Térei Jánossal mit veszített a kortárs magyar irodalom? Hát azt hiszem, hogy egy ilyen tágabban értett középgenerációnak bizonyos szempontból a legzseniálisabb szerzőjét, azt hiszem. Fiatalon megismertem Jánost, és hát nagyon jóba is voltunk. Egészen elképesztő volt az, ahogy például nem törődött például a korszerűségnek a fogalmával, és ahogy már egészen korán ment a saját feje után. Hamar összebarátkoztunk, nyugodtan merem mondani. A vélemény formálásában talán kicsit karcosabb volt, mint az én véleményvilágom. Tehát az őszintessége, az egyenessége, a nyíltsága, a szabadság szeretete, az azt hiszem, hogy példaértékű mindenki számára, aki ismerte, vagy nem ismerte, vagy csak a műveink keresztül ismerte őt.